Srácok, ezt el kell, hogy meséljem, de most. Éppen sétálok. Lenne ott a bicikli úton, amit már láthattatok. Előttem meg a füvön sétálgat a csávó. Hát van ott ugye ilyen járda. Ilyen. Szóval van ott járda. Ugye füvese az oldala, azon sétált. Mindegy, lényegtelen. Én meg ott sétálok, ő meg előttem, hátra néz. Azt mondja nekem, figyelj, azt mondja. Bazd meg, majdnem összeszartam magam. Nézek rá. Mondom, én csak sétálok. Azt mondja, ja, én is. Azt ennyi volt. Azt mondja, majd összeszartam magam. Te tényleg olyan ijesztően nézek én ki, vagy most mi van? Ja, gondoltam ebben a szép időben vlogoljunk egyet. Mondjuk nem tudom, valami fehér lópikula esik. Úgy hívják itt, hogy hailstones. Valami hailstones, nem tudom, hogy mondják, valahogy így mondják. Most nem tudom, látszik? Valahol itt a kabátomon látszik idább-odább. Ott. Ja, ott talán látszódott. Ja, hát az a tegnapi krapek az nem volt egyszerű, mi? Beszart. Van ez így. Ott van felhő. Aztán ott. Emlékeztek erre az erdőre? Azt beszéltük, hogy egyszer lemegyünk oda. Menjünk le most. Csak az a baj, hogy kegyetlenül fúj a szél itt a prérin. Meg várjatok. Úgy fordulok, hogy látszódjon a háttérbe. Látszódik? Az ott valami... Bristol csatorna, vagy nem is tudom mi az. Ja, teljesen le van lapulva a hajam. De ez most hogy jött ehhez? Ez Bristol. Ezt meg kell néznem, srácok, hogy az mi. Jaj, ez a szél. Azt nézem amúgy, hogy van itt az erdőben izé ösvény is. Át kéne fordítanom majd a kamerát. Most már talán nem olyan szeles itt. Oda nézzetek, hogy csoda izé van itt. Nem is akármilyen ösvény ez, he. Kibaszott jó. Olyan tök jó hangok vannak. Halljátok? Már mind a szelen kívül. Ott vannak valami autók is. Pedig csak arra visz az út. Ja nem, itt azért elmegy más irányba is. Ez pedig itt valamikor megboldogult lánykorában egy vár volt. Biztosan. És ennyi maradt belőle. Na jó, ne higgyetek ám nekem. Patak. Ebből lehet inni. Nem hoztam izét, fejszét, meg ilyen olyan dolgokat. De várjatok. Így kéne valahogyan menni, nem? És akkor mindjárt izé kraftolunk valami boltát. Így? Hogyan kéne? Így? Valahogy így, ide rakni, így. És akkor így first personba. Várjál. Mert lehet, hogy meg akarnak támadni minket valami ízék. Megnyomtuk az E betűt. És pikappoltunk egy botot. Viszont nem sok minden látszik. Tök jó hangja van. Lehet hallani? Mindjárt beleesek ebbe a szarba. Azon gondolkoztam, hogy kéne kraftolni egy sheltert, és akkor elmenteni a pozíciónkat. Mit szóltok hozzá?
baszki! Találtam valamit. Rögbi meg futballpálya. A betoisz. A meg a botom. Meg ott is. Forduljunk vissza. Várja, meg kell nyomni a G-t. Ja. First personba. Közlekedjünk. Nincsen bogyó. Meg kéne nézni, hogy működik-e az izé. Csak a kezemet verem szét, de a fát nem tudom kiszedni. Tehát a Minecraft hazudott nekem. Felháborító. Van. Arra mi van? Mondjuk ez már ilyen... Ilyen nem tudom milyen ösvény, ami most éppen megyek, ez inkább ilyen... A szemét az van. Beszarsz, mit találtam. Mindjárt mutatom. Binyigli. Kicsit el van égve. Minden, ami leéghetett róla, az leégett. Na jó van, aztán annyit izé hülyéskedek itt az erdőben, hogy nem találok majd ki belőle. Jaj! De annó... Szerintem lassan bő egy éve. Megígértem, hogy egyszer lenézünk ide az erdőbe. De hát... Nem valami nagy, szó se róla. Valamerre erre jöttem. Remélem nem szedtem össze túl sok kullancsot. Jó van, jó helyen vagyunk. Újra eljutottunk a várromokhoz. Ezt valamit akartam még mondani, de mit? Halványul a gőzöm nincsen már. Az ott mi? És oda hogy jutnak be? Mert biztos, hogy nem itt. Mindegy is. Azt a leborult hajórát, mi van ott? Szerintem jobb lesz igyekeznem. Hagyd már abba! Halljuk! Na, éppen azt néztem. Megnézték a kiskutyák a izét. A Minecraft animációs vlogomat. Ne rögjél már! Száll egy dalbat a kiskutya! Kussoljál! Szóval 101-en nézték meg. Elindultunk felfedezni a világot. Hi! Hogy nézel ki? Nézd már magadra! Easy Rider! Mondd, hogy sokkot kapta! Sokkot kapta! Nézzetem, tök jól nézek ki. Nem? Nagyon szegy. Gabül csuk! Csuk! Nagyon angolos ez. Csak angolos vagyok. Mert? De szexuális vagyok. Könycsatornája. Várjál, hol van a kamerád? Kurva jól nézek ki! Selfie video! Ki a kemény? Né, galamb. Ja, majdnem azt mondtam, hogy... Szerintem nem látszik most. R8-as Audi vagy mi? De olyan brutális hangja van, halljátok. A csávokám neki lép. Ez a kiugrasz a bőrödből, olyan hangja van. Éppen sétálunk. Pici kacsákok. Jönnek a pici kacsákok. Háj, kocsi mocsi. Nem gyűztök ki? Nem jönnek ki.
itt van az anyja, apja. Hogy élvezik? Itt járunk, ha nem tudom hol. Erre gyere, ne menj arra, nyomok. Erre van a piros alma. Itt vannak nyomok, lábnyomok, nem az enyémek. Hát ez az. Ezek állatiak. Állati lábnyom, állati jó lábnyom. Paták. Ez itt a kert. Kérem, olásson. Egy nagy kert van. Dolj egy nagy kert. Selfie time. Orba szájba. Hát, nyöstének. Na, mert a pánok jobbá. Hát én nem szelfizek annyit, mint tik. Majd fogol. Majd elbuzulsz velünk. Nem tudom, ott fölmegyünk, mert azon a hidon ott nem mentünk át, itt fölmegyünk, és most átmegyünk a hidon. Mit szóltok hozzá? Arra menjünk mégis el. Kurvára nincs elegem a lépcsőkből, de tényleg. Jaj. Ja, úgyhogy eljöttünk a természetbe. Mert néha azt is kell, ha már egyszer etakarodtak azok az ocsmány felhők. Selfie time. Ja nem, ez nem selfie. De minek kapcsolod vakut? Meg kéne fordítani a kamerát. Ezért azok ma kapuk ott. Vagy gát. Mondjuk az az igazság, hogy gátvédert még nem találtam meg. De milyen szél van, he? Milyen szél van? Na jó van, mi még egy kicsit itt mászkálunk. De olyan szeles időnk van. Szerintem így bezavar közbe. Nem tudom, majd vissza kell néznem. Úgyhogy itt nem is erőltetném tovább. Úgyhogy, ja, így zajlott a természet lágyölén a mai nap, illetve egy live videóval is. De hát jó van, előtte, utána a természet. Legyetek jók és szobatiszták, tadaa!